A mai mérkőzésen a szerdai játékunkat felülébredve ragyogóan játszottunk, végig kézbe tartottuk a mérkőzést. Az első fél időben kihasználjuk a helyzeteket, egy az őzelmünk nagyobb arány lehetett volna is, és érdekes, hogy ez teljesen megérdemelt. Ha azt nézzük, hogy a tavaly ilyenkor 4 gólt kaptunk a portugáloktól, most meg megvetőket, akkor óriási fejlődésen ment keresztül a vágatot, de én úgy gondolom, hogy nem is az, hanem az, hogy ahogy küzdött ez a csapat, hogy mindenki a posztjának megfelelően maximálisan betartották a taktikai dolgokat, fegyelmezetten játszottunk, mindenkit dicséret illet. De mégis azt mondom, hogy külön ki kell emelni két játékost, amit a Vágó Fanni és a Jakabi Zsanád művelt az ellenfélen, az nemzetközi szinten is elfogadott. Óriási teljesítmény nyújtottak, a csapat 20 emberei voltak, és én azt hiszem, hogy a többi játékos is mindegyik felnőtt ehhez a két játékoshoz. Ez igazi csapatgyőzelem volt, büszke vagyok nagyon a lányokra. Nagyon együtt volt a csapat, és nagyon akarta mindenki ezt a győzelmet, ez meg is látszódott a játékunkon, agresszívan játszottunk, és szerencsére jól jöttek be a passzok. Most a végén könnyebbé tehettük volna ezt a mérkőzést, hogy az elején berúgjuk a helyzeteket, illetve nekem is volt a második fél időben egy nagy helyzetem, de így is megérdemelt győzelmet arattunk. Labdaszerzés után a Zsaninak én passzoltam vissza, aki továbbadta belülre a Heninek, aki egy nagyon szép kis paszt adott külsővel, aztán a hosszúba el tudtam rúgni szerencsére. Én úgy érzem, hogy ez a meccs ma miénk volt, jobban akartuk ezt a győzelmet, és nem a kiállítás segített minket ehhez, hanem az egész csapat játéka. Hogy meg tudnak tanulni győzni, ezek a lányok bebizonyították, hogy van abban a csapatban nagyon sok lehetőség, és ha tovább dolgozunk így, akkor elérhetünk oda, ahova vágyunk, úgyhogy le a kalappal, büszkék a lányoknak, megdicsérek mindenkit, igazi csapatként működtek, együtt lélegzett a kispad, a 21. játékosunk a kispadon, a masszörtől kezdve, mindenki együtt lélegzett a csapattal, és magabiztosan játszottunk, végig kézbe tartva a mérkőzést, megérdemelt győzelmet szereztünk.